fucking house down. Na hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban, és most ebben a videóban nem más lesz, mint egy jégfalut fogunk lecsekkolni a Minecraftban, ugyanis nem hiszem, hogy nagyon sokan láttok még jégfalut, úgymond, hát igazából én se, szóval ezért fogjuk most megnézni, hogy mi hogy fog történni vajon ebben a jégfaluban, ugyanis nem tudom. Jégfalu, az úgy érdekesnek hangzik, úgy önmagában, jégből lesznek ugye a házak, meg ilyenek, és ja, nézzük meg, hogy vajon lesz ott egyetlen népesség, vagy valami ilyesmi, valahol itt kéne, ebben a jeges területben kéne valahogy így megtalálni azt a helyet, közben azért néha kajálni is kéne, ott látok valami tüzet, ami úgy ég, oda mondjuk így el tudnánk menni esetleg, lehet, hogy ott lesz valami, amit mi keresünk, legalábbis hát nagyon-nagyon reméljük, hogy vajon, hogy vagyis hát, hogy legalább ott azért meg tudjuk találni a dolgokat. Na nézzük, és hogyha amúgy tetszik nektek ez a videó ötlet, akkor dobjatok egy lájkot erre a videóra, mert az mindig nagyon fontos, léci, köszi, 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 hello, na, go! Nézzük, hogy mi van itt, ó, aha, ez lesz az szerintem, ott van egy ilyen jégfarm, nem tudom, furcsa, meg itt van valami, nem tudom, egy ilyen szentélyszerűség, valami ilyesminek tűnik, érdekes, meg itt vannak a házak. Na várjatok, nézzünk be ezekbe a házakba, hogy aha, milyen menő néz már ki, srácok, de nagyon hangulatos, mennyire ellaknék egy ilyenbe, halljátok. Itt valami gombféleségek vannak, és ó, egy gyémántpáncél, na, egész király, és itt fel lehet itt mászni, vagy nem tudom, mindegy, elég érdekesnek tűnik. Ott jól láttam, hogy ott volt valaki? Na várjatok, ott én nagyon láttam ott valakit, nem, lehet, hogy rosszul láttam, vagy nem tudom, na mindegy. Nézzük át akkor a többi házat is, mert remélhetőleg, aha, valószínűleg meg fogjuk találni a full izé gyémánt cuccunkat. Ott egy név, ott van, de srácok, tudja, hogy ott van valaki, de nem, jó, mindegy. Nem volt ott senki, mindegy, csak látomás. Itt meg van egy smaragdblokk, meg OP alma, meg itt áll mellettem valaki, nem? Itt áll, uram, atyám, te miféle szerzemény vagy? Ó! Nem rossz volt, de te miféle teremtmény vagy? Istenünk, te vagy az? Istenünk? Miféle istenünk? Na várjál, bro, hadd nézem már körbe, kell nekem több cucc. Úristen, gyémánt kardok, mindenféle jó cuccokat itt hagytok ti itt nekem, milyen kedvesek vagytok. Ó, milyen menő ez a kilátó. Ó, nagy királyunk, visszatért emberek! Mi van? Ezt nekem mondod, bro? Hallod? Mindegy, jó, mindegy, nyugodtan mondogass csak. Én csak a cuccokért jöttem, köszi meg igazából körbenézni. Milyen menő izé cuccok vannak már itt, amúgy már megvan a full dia set. Csak ennyi cuccot lehetett találni, gondolom, hogy csak ennyit. Mindegy, ez is az eléggé OP. Miben segíthetek, mester? Ezt nekem mondod? Itt hajolgat előttem. Mondjad, mit szeretnél? Nem tudom, mi az, hogy miben segítetek. Én csak idejöttem megnézni a falutokat, hogy milyen itt a helyzet, milyen egy jégfalu, meg ilyenek, tudod. Oly megtisztelő, hogy hozzám szól. Mi van? Srácok? Ezek azt hiszik, hogy én valami király vagyok itt, vagy nem tudom, vagy valami? Elég érdekes, de mindegy. Mit csináljak most én így ezzel? Figyelj ide! A hangszálai fuvallata berepül a fülembe, ez oly melengető. Mi van? Uram, atyám, ez nagyon beteges. Figyelj ide! Csinálj most azonnal három googolást! Kettő, három, állj, ez nagyon jó! Na jó, figyelj ide! Taposd le az összes veteményest! Haha, nem bírod? Ja, Istenem, ez nagyon jó. Ha nem taposod le, nagyon-nagyon nagy harokba leszek. És kiütögeti. Ja, Istenem. Istenem. Srácok, ez nagyon jó. Mit tudtok még neki mondani? Na várjatok. Építs ide mondjuk egy crafting table-t azonnal. Van 5 másodperced. 5, 4, 3, 2, meg is van. Ja, Istenem, srácok, ezek furra azt hiszik, hogy én valami, nem tudom, valami istenük vagyok, vagy nem tudom, úristen. Jó, mindegy, figyelj, kedves falusi, ne nyomulj ennyire az én nyugi.
Vezess körbe a faluba mondjuk. Kíváncsi vagyok, hogy néz ki ez a izé. Elnézést, nem probléma, nyugi. Vezess körbe a faluba, kíváncsi vagyok, hogy mi hol van meg ilyenek. Hát srácok, azért erre se gondoltam volna most, hogy ezek valami király, meg nem tudom miként fognak engem itt tisztelni, meg ilyenek. Hát érdekes ez a falu, nem tudom. Itt vannak igen a lakosok, meg minden. Jó, hát menő, király, meg minden, de amúgy nem tudom. Kicsikét úgy valami komolyabb dologra gondoltam, vagy fogalmam sincsen. Mi az a nagy tűz ott például a falu közepén? Az például engem nem tudom, hogy érdekel, mert nem nagyon láttam még ilyet túl sok faluban. Ez a mi kis szerény falunk. Aha. Hát menő. Amúgy jól néz ki meg minden. Közben... Ó, este van. Na, királyság. Hát eléggé menő néz ki. Nem tudom, ez a beesteldet. Hát ja, ez a tüzes cucc, ez nem tudom. Kérlek, kövess. Ó, ja, rendben, hát követlek. Oda fel kéne mennem. Jó, rendben van. Igen. Igen, mondjad, szia. Ez mi? Srácok? Nyugodj meg. Mi az, hogy nyugodjak meg? Bezártál engem egy ilyen, nem tudom mibe. Hogy kéne nekem itt megnyugodnom, meg ilyenek? Ajaj, ez nekem nagyon-nagyon-nagyon nem tetszik. Az isteneknek fogunk feláldozni. Mi van? Mi? De ide figyelj, figyelj! Mi a? Ne, ne, srácok, ne, hallod, miért akarsz engem feláldozni, te, úrom, atyám, ezek nem normálisak, na jó, azt hittem, hogy ez így nem tudom, jó móka lesz meg minden, de mi van, te milyen istennek akarsz engem feláldozni, adjál már, de ne viszem el, jó, valahogy innen muszáj lesz meg kiszabadulnunk, srácok, mert ez így eléggé, ó, nagy uram, hallod, engedj már ki ideig, minden parancsomat izélted, hallod, engedj ki azonnal, engedj ki azonnal, kérlek szolgálj minket örökké, engedj már ki innen, hagyjál már békén, nem hiszem, hogy is tovább csinálját, kiégek, srácok, mit kell csinálnom, vagy mit kell tennem most komolyan, na, kienged, ó, kösz, köszi, hallod, ez nem azért mondom, de te, mi az, hogy te, galád, mi van, hagyjál már, ideig itt tiszteltél engem, meg minden most, meg itt izé, ó, csárolsz, meg minden. Nem is vagy igazi Isten. Hát igen, nem mondtam, hogy az vagyok. Te itt izéltél engem, nem tudom, megcsináltál mindent, amit akartam. Én csak ide jöttem körbenézni a faluba. Hagyjál már! Akkor már meghaltál volna. Hát, ja, biztos, ja, gondolom, nem tudom, nem értek ehhez, nem is akarok érteni. Most ez komoly. Most ez komoly. Most te pénzkedni akarsz? Ó, Istenem, srácok, hogy mindig ezt el kell játszani az összes helyen, vagy helyen, ahol izén most végettem ott sok hamisítvány. Aj, Istenem. Miért kell ezt mindig eljátszani, hallod? De figyelj, én full békésen csak idejöttem körbenézni a falutokban. Te meg egyből azt hitted, hogy nem tudom miféle Isten, vagy nem tudom minek hittél engem. Én csak idejöttem körbenézni, megnézni, mi van itt, hogy milyen egy jégfalú. Te meg fel akartál engem áldozni valami, nem tudom milyen izének. Hagyjál már békén! Én szerintem kettőnk közül te vagy a nagyobb galád, meg nem tudom mi... Jó, ne, hagyjál már békén, de tényleg itt lövöltözöl engem, azt hiszed, hogy izé... Azt hiszed, hogy ilyen nagyon nagy menő vagy, igen? Hát, tudd meg, hogy nem. Ah, srácok, nem igaz már. Mindig ezt el kell játszani az összes ilyen helyen, ahol itt megtalálok. Jaj, de jó, hát persze. Még annyira szerencsém úgy, hogy volt nekik gyémánt cuccuk, mert különben most így egyből megöltek volna. Hogyha azokat a gyémánt cuccokat nem veszem talán fel. Na mi az? Írsz nekem? Én megvárom. Te túl erős vagy. Ha látod? Látod? Túl erős vagy, de most meghalsz. Hát, nagyon elhitted. Annyira amúgy az összes karakter ugyanez az izéje. Ha, mocsok. De hallod? Figyelj már ide, nem lehet, hogy normálisan elengedsz engem, én is elmegyek, és mindenki éli tovább az életét, meg minden. Nem azért mondom, de nem én kezdtem ezt az egészet. Én csak idejöttem megnézni ezt a falut, és ennyi. És ennyi, és semmi más nem akartam, én csak körbenézni, hogy mi van itt, és... Aha. Értem, szóval most egy szannod le ide nekem a bobokat, hát támadjatok, nagyszerű, hát nagyon jó, tényleg, én nekem, nem tudom, vagy én nem tudom, én soha nem fogom megérteni, hogy az ilyen karaktereknek mi a problémájuk kivégezni őt, hát, kedves falusi, nagyon-nagyon elhitted, én tényleg soha nem tudom megérteni, hogy mi a problémátok velem, miért kell ezt csinálni, mert én nem tudom, én nem hiszem, hogy annyira, nem tudom, rossznak, vagy gonosznak tűnök, hogy
velem azért így, na, látod? Megadod magadat. Hát ennyi, hát így kell lesz. Ezt a legelén is kezdtettük volna így amúgy, nem azért mondom, de nem kellett volna most itt izé szétvépézned az agyadat meg minden. Amikor látom elfölött az OP almája, valószínűleg azért adta meg magát. Megadom magadat, mert túl erős vagy. Hát ez az, na figyelj, menjél vissza a faludba, én nem is akarok nektek bántani. Igen, így van, na figyelj, menjél szépen vissza, nem is akarok nektek bántani. Én csak körbe akartam volna nézni a faluba, de te egyből ilyen, nem tudom, támadásként vetted az egészet. Nem tudom, hogy ti milyen istenben hisztek, de nyugodtan csináljátok, hogyha akarjátok. Áldozzátok fel magatokat, vagy nem tudom, remben most megúszod, elengedünk. Nyugodtan áldozz fel magadat, hogyha annyira akarod, engem nem nagyon érdekel, de én inkább lépek is, jó? És inkább elkerülöm ezt a falut, de többet vissza ne gyeret akar, hogy most még ő szab nekem szabályokat, vagy minden. Jó, rendben, Tormit megöllek, gyerünk, na gyere! Na mi az, legközelebb meghalsz? Na mi az, akkor most miért menekülsz, ha? Akkor most miért menekülsz, hogyha legközelebb meghalok, ha? Kis tub, na látod? Ennyi vagy. Na jó van, srácok, elköszönjük ebből a videóból, hogy tetszett, dobjatok egy like-ot és iratkozzatok fel a csatornámra. Nagyon érdekes volt ez a videó, nem gondoltam volna, hogy ennyire, nem tudom, istenhívők ezek a jégfalusiak, hogy engem fel akarnak áldozni, meg nem tudom mi. Na mindegy, hogyha tetszett a videó, akkor így dobjatok egy like-ot és iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk a következő videóban, és ja, sziasztok!